Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi világgal mennyire vagytok elégedettek? Tök jó világunk van, nem? És szerintetek mi a legnagyobb gond ez a, ebben a világban? Hát de ugye régen is tudatlanság volt, és mégis az emberek sokkal jobb hangulatúak voltak, sokkal jobban érezték magukat a bőrükben, egészségesebbek voltak, stb. Stb. Hát szerintem a legnagyobb probléma az, hogy csatlakoztunk az EU-hoz. No, annak idején, komolyan? Az a legnagyobb probléma. És a lakosság nem tudta, hogy mi csak piacnak kellünk, semmi másnak. Tehát gyakorlatilag azért jó lenne tisztában lenni azzal, hogy, ugye amikor megnéztük, mondjuk mikor csatlakoztunk az EU-hoz, akkor nem az utolsó előttiek voltunk az életszínvonalban az EU-ban. És nem tudom, tudjátok-e, hogy most már az utolsó előttiek vagyunk. Jó, még volt versenyben talán a románokkal, de így van, talán a románokkal, még volt versenyben vagyunk az utolsók. De például néztem egy statisztikát, hogy valami belsők vagyunk. Alkoholizmus. Nem. Nem, nem abban vagyunk elsők. Hanem abban vagyunk az elsők, hogy nálunk volt a legnagyobb infláció az elmúlt egy évben. Érted? Nem, elsők vagyunk. Tehát itt az EU-n belül nálunk volt a legnagyobb infláció. Úgyhogy ebben vagyunk az elsők, képzeljétek el, milyen jó helyezést értünk el, nem? Igen. Szóval érdekes helyzetben vagyunk, de vajon minek köszönhető ez most? Nagyon egyszerű ilyen kis történelmet nézzünk ebben kapcsolatban, jó? Tehát, ha megnézzük, itt a Európa az milyen népekből áll. Ugye például ugye nagyon sok szláv nép van, akkor latin nép van, akkor germán nép van, így van. És akkor itt ez mind így körülvesznek minket valamilyen szinten. Szó szerint körülvesznek, mert ugye szlávok, latin és germán népek vesznek minket körül, és az Európa zöme az ezekből áll. Tudom én, mondjuk az északiakkal annyira tisztában nem vagyok, hogy azok milyen népek, de az Európa nagy része az ez. És mi itt vagyunk, mi hun népként, tehát nem finnugor népként, azt felejtsétek el, itt vagyunk hun népként, ugye Európa közepén, és ugye mit érdemes tudni a hunokról? Azt érdemes tudni a hunokról, hogy a leghosszabb birodalmat hozták létre a történelem során. Tehát több ezer éves birodalmuk volt a hunoknak, egészen a hunok azok a gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Istvánig voltak. Tehát mi is Istvánig voltunk hunok. Oké? És a maga a hun birodalom, az mondhatjuk azt, hogy Istvánig létezett. Ugye azt mondják, hogy avarok, hát azok is hunok voltak, jó, maradjunk ennyibe. Jó, tehát lényeg az, hogy és mikor kezdődött ugye a hunoknak a térhódítása?
7000 évvel ezelőtt. 7000 évvel ezelőtt. És a hunoknak volt egy küldetése, hogy magasabb tudásszintet jutassanak el az emberiség számára. És ezáltal, hogy nekik magasabb tudásuk volt, honnan származott ez a magasabb tudás? Onnan, hogy lejöttek fentről űrhajókkal, illetve űrhajóval, és mivel meghibásodott az űrhajó, nem tudtak visszamenni, és pont a hunoknál hibásodott meg az űrhajó, anno annak idején, ha bárhol máshol meghibásodhatott volna, akkor ők lettek volna azok, akiknek az volt a küldetésük, vagy az lett a küldetésük, hogy egy magasabb szintű tudást juttassanak el az emberiség számára, de mivel ugye pont a hunoknál volt ez, ezáltal ugye megtanították őket a magasabb tudásra, és hát utána szét kellett rajzani a világban minden kontinensre, és el kellett vinni a tudást. És ezt meg tudták csinálni, ezt csinálták is sokáig, de ezáltal, ha egy népnek magasabb a tudása, akkor ez minden szinten érvényesül, ez a magasabb tudás, technikai szinten is érvényesül ez a magasabb tudás, ezért gyakorlatilag uralták a világot sok ezer éven keresztül. És úgy kezdték el a kibújást a hunok uralma alól, hogy a népek, hogy először is elkezdtek más nyelven beszélni. Majd utána létrehoztak, mikor az nem volt elég, a más nyelven beszélés, létrehoztak vallásokat. Mert ugye a nyelv is megosztja az embereket, a vallás is megosztja az embereket. Az azt jelenti, hogy ugye azért csinálták ezt, mert gondold végig, ha te nem értenél, tehát itt mondjuk más nyelven uralkodnának, és te nem értenél azon a nyelven, akkor neked nem tudnának dirigálni. Világos ez? Hát mert nem értenéd, hogy mi a francot akar. Oké? Tehát ezért kellett a nyelv. Tehát különböző nyelv. Csak azt is érdemes tudni, hogy miért kellett vallás, az nem a további ilyen jellegű megosztás miatt, mert a nyelvek kellőképpen megosztották a népeket. Kellett más. Ugyanis régen úgy működött a világ, hogy törzsekbe voltak az emberek, és törzsfőnök az lehetett, aki a legjobb fizikai és szellemi képességekkel rendelkezett. Tehát magyarul a legokosabb volt, és a legügyesebb volt. Érted? Az lehetett törzsfő. És leváltani nem lehetett, csak akkor, hogyha kihalt, meghalt. Vagy lemondott is. De az utódja, az csak ugyanilyen feltétellel lehetett. Tehát nem lehetett örökölni például a törzsfőséget. Oké? És a világ nagy részén a fejlett, a hunok által elvitt tudás révén mindenütt így működött. Tehát nem volt olyan, hogy pénz, nem volt olyan, hogy vagyon, nem csinálták az emberek a hatalomért ezeket a dolgokat. És ezáltal a kevésbé jó képességű emberek, azok nem kerülhettek soha hatalomra. Vagy a kevésbé ügyes emberek soha nem kerültek hatalomra. És kitalálták, hogy ők is hatalomra akarnak kerülni, és ezért kitalálták a vallást. Oké?
Mert a vallásban, ha megnézed, a vallási hatalomhoz nem kell jó képesség, nem kell jó nagy ügyesség. Hát most megnézitek mondjuk a pápánkat, se képességgel, se ügyességgel nem rendelkezik. Egy nagy nulla ezen a téren mind a kettőt elér. Érted? Azért lett pápa, mert ő már sok évvel azelőtt, hogy pápa lett, elhatározta, hogy ő pápa lesz. Érted? Minden áron pápa akart lenni. És kiképezték pápának. Szó szerint kiképezték pápának. És képzeljétek el, valami pár év alatt, már nem emlékszem pontosan, abban a dokumentumfilmben benne volt, hogy hány év alatt képezték ki pápának. És utána meg is választották természetesen. Biztos valami lobby által választották meg. De nem is ez a lényeg. Hogyha megnézed a vallási vezetőket, nem azokat, akik vallást indítottak, vagy annak alapján elindították a vallást, de onnantól már, hogy annak alapján elindították a vallást, azok már mind azért indította el a vallást, mert hatalmat akart magának. Oké? Okay? Tehát lényeg az, hogy a vallásnak azért kellett létrejönni, hogy a kevésbé jó képességű emberek, kevésbé ügyes emberek is hatalomra kerülhessenek. Magyarul a hatalom éhes emberek is hatalomra kerülhessenek, mint például a római pápánk, a jelenlegi római pápánk. Na most akkor nézzük tovább. De miért kellett a politika? Hát azért, hogy még kevésbé jó képességű emberek, még kevésbé ügyes emberek is hatalomra kerülhessenek. Olyan emberek, akiknek esélyük sem volt egyébként, hogy hatalomra kerülhessenek. Oké? Okay? Tehát, ha megnézed például a magyar parlamentet, hogy bizonyította valaki a jó képességét, hát nagyon kevés olyan parlamenti képviselőt találsz, ugyanis a parlamenti képviselőink jó része pár hetet, pár hónapot, vagy semmit nem dolgozott. Semmit életében, érted? Tehát életében nem tudta bizonyítani a képességeit. Tehát nem volt egy olyan szakma, amelyben ő bizonyíthatta volna, vagy egy olyan szakterület bizonyíthatta volna, hogy ő neki jó képességei vannak. Fizikai vagy szellemi képességei. Érted? Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a politikusok jó része politikusnak indult. Oké? Tehát gondold végig, ha valaki nem bizonyítja a képességeit, mégis az emberek elhiszik, hogy ő milyen fenomén, akkor az azt jelenti, hogy olyan emberek is lehetnek hatalomban, akiknek nincs egyáltalán semmilyen jó képességük. Csak hataloméhségük. Világos ez? Csak hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal. Világos ez? Na most, aki ugye nem vallási vezető, vagy valamilyen vallásban valamilyen szintű vezető, aki nem politikus, nem kell ahhoz vezető politikusnak lenni, az ugye tudja bizonyítani a fizikai, vagy szellemi, vagy akár mind a két képességét. Hát hogyha mondjuk valamilyen foglalkozást űz, nem? De ahhoz valamilyen foglalkozást űzni kell. Érted? Na most ez azt jelenti, hogy aki foglalkozásban tud kiemelkedőt, valamilyen foglalkozásban tud kiemelkedőt produkálni, érdekes módon azoknak a nagyon nagy százaléka az nem akar politikus lenni, vagy nem akar vallási vezető lenni. Érted? Tehát most a vallási vezető, nem azt értem, hogy az első számú
hát egy pap is egy vallási vezető, érted? Jó? Tehát nem akarnak átnyergelni politikusnak, vagy nem akarnak mondjuk tudom, vallás vezetőként működni, mondjuk papként működni. Érdekes mód. Szóval, hát most gondoljátok végig, úgy megszavazni politikusokat, vagy úgy csatlakozni valamilyen valláshoz, hogy azt se tudod, hogy az ottani vezetőnek, mondjuk annak a papnak milyen képességei vannak. Vagy azt se tudod, hogy mondjuk annak a politikusnak milyen képességei vannak. Tehát magyarul az emberek rábízzák magukat olyan emberekre, akik lehet, hogy egy dologban jobbak a többinél. Hogy megtanultak beszélni. Na most gondoljátok végig, nekünk van egy miniszterelnökünk, aki nem tudott beszélni, mikor a politikát kezdte. Tehát egyszerűen úgy hadart, hogy nem lehetett érteni, mit mond. A legtöbb esetben. És megtanult beszélni. Most jó, ha tudod, hogy bárki megtanulhat bármit, amit akar. Érted? Tehát, ha nagyon akar valaki valamit megtanulni, akkor bárki bármit megtanulhat. Érted? Hát, ha nem akarsz megtanulni valamit, akkor nyilván nem fogsz megtanulni. Nem fogod azt megtanulni. Tehát a miniszterelnökünk meg akart tanulni, jól beszélni. Meg tudott? Persze, meg tudott. Tehát de az azt jelenti, hogy nem bizonyította máshol a képességeit. Nem csak a mi miniszterelnünk, az előző miniszterek sem, vagy miniszterelnökök sem bizonyították ezt. Például ugye a jelenlegi miniszterelnök előtt is volt egy miniszterelnök, akik váltották is egy kicsit egymást, és ő meg becsöppent egy olyan családba, amely gazdag volt. És akkor ezáltal ugye nem örökölte, tehát elvette, hogy csöppent be, elvette egy gazdagnak a lányát, érted? És ezáltal ő vitte tovább, az ő családja vitte tovább, tehát szó szerint ő meg a felesége, vitte tovább ugye a, hát a vagyont, a vállalkozásokat. Szóval az azt jelenti, hogy hát könnyű beleülni valamibe, ami működik. Erre azt tanultam annak idején, és tanítom, mikor a növekedés coach képzést csináljuk, az azt jelenti, hogy ugye a coach képzés ember és életjobbító képzés, és tanítjuk, illetve tanítom, hogy amikor hatalomba kerül valaki. A hatalomba kerülés, azt tudod mit jelent? Nem azt jelenti, amit most a politikában ismersz. A hatalomba kerülés azt jelenti, hogy valami nagyon jól működik, és átadod azt a nagyon jól működő dolgot valaki másik személynek. Érted? Tehát a hatalom az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem lehet nagyon növelni már, fizikai képtelenség nagyon növelni a teljesítményt, az eredményeket, mert olyan szintre fejlesztették fel, vagy fejlesztette föl a szervezetnek, vagy a cégnek a vezetője a működését annak a cégnek, hogy már nem lehet tovább növelni. Érted? Ezért ugye a fenti növekedés ilyen, egy nagyon-nagyon picit növekszik, és de egy kicsit mozogva, tehát
csökkennő, csökkennő, de a trend az felfele, tehát az irány az felfele mutat. És amikor az ilyen személy átadja a hatalmat egy másik személynek, tehát az irányítást mondjuk a fiának vagy az utódjának átadja, akkor van egy szabály, hogy húzd föl azt a csizmát, amiben ő járt, idézőjelbe megfogalmazva, és ugyanazt az utat járd, mint az elődöd. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy a hatalom szó az a szervezeteknél, cégeknél teljesen mást jelenti, mást jelent, mint mondjuk a politikában, vagy az ilyen karrierben, bármilyen olyan dologban, ahol karrier van. Na most ez azt jelenti, hogy ugye a politikában, a vallásokban hatalomba kerülnek, tudod miért? Nem azért, mert tudnak. Tehát azt a tudást, amit utána megszereznek, vagy előtte megszereznek, azt megtanították nekik. De ők sosem bizonyítottak előtte, hogy ők kiemelkedő képességekkel rendelkeznek. Tehát itt van például a pápánk, soha nem bizonyította be a pápasága előtt, hogy ő különleges képességekkel rendelkezik, vagy kiemelkedő képességekkel rendelkezik, akár csak egy területen is. Sose bizonyította be. Érted? A miniszterelnökünk se bizonyította be. Az előző miniszterelnök sem bizonyította be. Az az előtti miniszterelnök sem bizonyította be, hogy rendelkeznek legalább egy területen valami különleges képességgel, amiben jobb az átlagnál. Érted? Tehát még egyszer mondom, megtanulni bármit meg lehet. Ha valaki nem tud beszélni, mint a miniszterelnökünk nem tudott, megtanul beszélni. Érted? Na most, ha megnézed, ma a vallásokban, illetve a politikában résztvevők, akik vezető beosztásban vannak, azoknak mit kell tudniuk? Egyetlen egy dolgot. Beszélni. Semmi mást. Érted? Ráadásul még fogalmazniuk se kell, mert más megfogalmazza helyettük. Érted? Tehát az, hogy megtanulnak beszélni, te is megtanulhatnál beszélni. Van erről egy film, fogalmam nincs mi a címe, de az arról szól, hogy indult egy ember a választáson, amerikai választáson, nyilván ez egy ilyen fikció, ami az a film, tehát nem megtörtént esemény dolgoz fel, fikció, tehát, és ellene indítottak egy olyan embert, aki sose volt politikus, eléggé bunkó volt, érted? Sima átlagember, sőt még inkább átlag alatti. Azért, hogy bebizonyítsák, hogy fel tudják olyan szintre fejleszteni a tanítással, a képzéssel, hogy tényleg ellenfele tud lenni annak a politikusnak. Érted? Még volt idő. Nem sok, de volt idő. És ebben a filmben az is ott van, érted, hogy akár olyan szintre felfejleszék, hogy megnyeri a választást. Érted? Ebből a szempontból egy nagyon jó tanfilm, hogy az ember látja, hogy igazából bárkiből ki lehet hozni bármit. De ez nem azt jelenti, hogy rendelkezik valami egyedi képességgel. Most mondom, hogy hogy működött ez a múltban. Egy király az nem csak úgy, voltak ilyen királyok persze, akik ilyen átlag emberek voltak, átlag képességekkel, de a királyok zöme, azt tudod, hogy működött? A magyar királyok zöme a múltban. Úgy működött,
hogy például nem volt szükségük tanácsadókra, nem volt miniszter tanácsuk, érted? Nem volt szükségük tanácsadókra, tudod miért nem? Mert bármilyen területen maguktól lett olyan képességük, hogy főleg ha egy kicsit képezték magukat, egy picit képezték magukat, lett olyan képességük, hogy azon a területen, bármilyen területen, ami az ország irányításához szükséges, tudjon egy személyben döntést hozni. Érted? Ami azt jelenti, hogy persze ha kellett utána nézed, de olyan képességük volt mindegyiknek, hogy kaptak intuíciókat. Oké? És ha neki döntést kellett hozni, akkor kapott intuíciót, még akkor is, hogyha semmi fogalma nem volt róla, hogy mi lesz a helyes döntés. Világos ez? Na most ezek a mostani vallási vezetők vagy politikai vezetők, ezek mind tanácsadókra van szükségük. Nézd meg, azáltal, hogy itt volt ez az egészségügyi probléma a két évben, a Covidról beszélek, senki szinte egy-két politikus, vezető politikustól kivéve a Földön, a politikusok, a vezető politikusok hallgattak az orvosokra, és tönkretették a lakosság jó részét. Szó szerint. Mert hogy tették tönkre? Hát eleve zárlatokat csináltak kezdetbe, ezzel lerontották a tömegek hangulatát. Azóta sem lábaltak ki a tömegek abból, hogy ne kommunikálj, maradj otthon. Érted? A másik, hogy rávették az embereket, az orvosok hatására, rávették az embereket, hogy oltassák be magukat. És egy csomó ember küzd az oltás következményeivel. Nyilván negatív következményeivel. Tehát ez azt jelenti, hogy azért csinálták ezt, mert ezt javasolták nekik a szakemberek, érted? Mert egyáltalán nem látták át azt, hogy ez az egész hogy működik, és neki mi lenne a helyes döntés. Tehát ha megnézed, a politikusok mielőtt döntést hoznak, szakembereket hallgatnak meg, érted? És a szakemberek véleménye alapján döntenek. Tehát azt, amit a szakemberek javasolnak, az döntik. Ezzel semmi gond nincs, akkor, hogyha az ember egy magánszemély, és valamit nem tud, és akkor szakemberekhez fordul. De egy hatalomban lévő vezető, főleg, hogyha egy nemzetnek, egy népnek a vezetője, nem fordulhat szakemberekhez. Mert a szakembereknek lehet, hogy van közös érdekük. És a közös érdek ellentétes a népnek az érdekével. Ezáltal ugye a politikusoknak át kellene ezt látni, hogy a szakemberek érdeke nem ellentétes a lakosság érdekével. Márpedig ha megnézed, folyamatosan ez van most a politikában, hogy a politikusok olyan döntést hoznak, amikor meghallgatnak szakembereket, ami teljesen népellenes. Azóta is ilyen döntéseket hoznak. A háborúval kapcsolatban is ilyen döntéseket hoznak. Oké?
Na most gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol tényleges vezetői vákum van. A vezető mit jelent? Ugye azt jelenti a vezető, hogy képes szuverén döntést hozni. Tehát olyan szuverén, hogy nem befolyásolják a döntésébe. Érted? Nincs befolyás a döntésben. És reális döntést képes hozni. Tehát ilyen vezetők nem nagyon vannak. Nem nagyon vannak. Vannak, csak nem a politikában, és nem a vallásokban. A vallásokban és a politikában bizony, hát mondhatjuk azt, hogy nem jó képességű emberek hozzák a döntéseket. Teszik rá az íre a pontot. Hát hogy megnézzétek, például az Európai Uniós országok politikusait. Érted? Egy röhely. Egy röhely. Szó szerint a vezető politikusokról beszél. Egy röhely. Szó szerint egy röhely. Tehát olyan mintha a Mári néni szintje, érted? A kis plegykálkodó parasztasszony, érted, aki. Na, körülbelül ez a szint. Tehát olyan messze állnak a vezetéstől, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát eleve ott kezdődik, hogy vannak olyan képességek, amivel velünk született, amivel az ember született. Ezeket a képességeket, ezeket lehet fejleszteni, vagy lehet lerombolni. De például a vezetői képesség, az egy képesség, amivel az ember született. Érted? Nyilván van, aki jobb vezetői képességgel született, van, aki kevésbé jó vezetői képességgel, de hidd el, hogy minden emberben van vezetői képesség, mert minden ember azt szeretné, hogy más ember azt csinálja, amit ő akar. Világos ez? Ezáltal ugye ez a bizonyíték, hogy van benned vezetői képesség, mert te is azt szeretnéd, hogy más azt csinálja, amit te akarsz. Világos ez? Na most, és kevés olyan ember van a bolygón, aki nem szeretné azt, hogy más azt csinálja, amit ő akar. Szóval vezető képességekkel az emberek meg vannak áldva, de nem mindegy, hogy egy vezető például mennyire etikus. Tehát milyen etikai környezetben nőtt föl? Érted? Tehát ha abban a környezetben, ahol fölnőtt, loptak, csaltak, hazudtak, és ez számára természetes volt, akkor felnőttként is lopni, csalni, hazudni fog. Érted? Tehát egy gyerek etikusnak születik. Mindegy, hogy fiú vagy lány. A gyerek, ha egy olyan környezetben nő fel, ahol lopnak, csalnak, hazudnak, nem csak a szülőkre vonatkozik ez, hanem utána az óvoda, iskola, iskolák, stb. Stb. És megtanulja azt elég hamar, hogy ne szóljon bele abba, hogyha lopnak, csalnak, hazudnak. Ezáltal az illető az felnőttként is lopni, csalni fog és hazudni fog. És ha megnézed, a politikusok és a vallási vezetők lopnak, csalnak, hazudnak.
hát teljesen nyilvánvaló volt számomra, hogy mi piacnak kellünk az EU-ba. Ezért nem is szavaztam meg annak idején. Ez nyilvánvaló volt számomra. Nyilvánvaló volt akkor már, hogy a politikusokat megveszi az EU, és utána a politikusnak csak az a dolga, hogy rávegye a lakosságot, hogy megszavazza, hogy EU-ba kerüljünk. Ez már akkor nyilvánvaló volt számomra. Akkor ez azt jelenti, hogy gondold végig az akkori politikusokat, akik asszisztáltak ahhoz, hogy EU tagok legyünk. Ha megnézed, a gazdaságunk nagy részét leépítették. Mind az ipart, mind a mezőgazdaságot. És gyakorlatilag hát alig van olyan iparunk és mezőgazdaságunk, ami sokat termel a réghez képest, aminek a haszna itt maradna az országban. Mert ez azt jelenti, hogy ugye külföldi tulajdon, és a haszon az kimegy az országba. Érted? Tehát a külföldi tulajdonban lévő cégek esetén a haszon az kimegy az országba. Te is ezt csinálnád. Hogyha Magyarországon élnél és külföldön lenne valami céged, akkor a hasznot hazahoznád. Érted? Ez természetes dolog. Meg az is természetes, hogy nem ott költenéd el a hasznot. Szóval a vezetők, az úgymond vezetők, azok lopni, csalni, hazudni abból megtanultak, hogy megtanították őket, hogyha lopás, csalás, hazudást látsz, akkor ne szólj bele. Erre gyerekkorban megtanították. Mi között hozzá? Stb. Stb. Világos ez? Ugye annál maradt az etika, akinek mondjuk olyan szülei voltak, mit tudom, mondjuk egy édesapja, aki etikus volt és nem engedett ilyen dolgokat. Tehát nem lopott, nem csalt, nem hazudott, és elítélte a lopás, csalás, hazugságot. Érted? Hát nem azért, én voltam katona, ahol voltunk 160 valahányan a laktanyába, és újonc voltam, és gyakorlatilag ugye az öregek azok elnyomták az újoncokat rendesen. Az egyharmada volt ugye az újonc. Tehát az gyakorlatilag 50 valahány ember. És ebből az 50 valahány emberből senki nem szólalt fel az elnyomás ellen. Csak én. Érted? Hol? Volt egy századgyűlés, és a századgyűlésen, ahol ott volt a laktanya parancsnok is. Oké? Persze, utána volt ennek rendesen következménye. Mert utána senki nem szívott a 50 valahány emberből annyit, mint én. De ez annyira nem volt rossz. Abból a szempontból rossz volt, hogy ezáltal kevesebbet mehettem haza. De abból a szempontból nem volt rossz, hogy minden este a konyhára küldtek, és legalább elég ételt ettem. Jó, hát dolgozni kellett a konyhán, de ezáltal nem unatkoztam, és gyorsabban telt az idő. Tehát minden este én a konyhára voltam küldve dolgozni. Szó szerint. Szó szerint. És lényeg, hogy ugye én mindig azt láttam, hogy az emberek, tehát gyerekkoromban is ezt láttam a gyerekeknél, hogy az etikátlanságot simán elnézik. Simán.
Én például azt láttam, hogyha egy erősebb gyerek etikátlankodott egy másik gyerekkel, akkor a gyengébb gyerek pártjára állta. És ezt rajtam kívül nem csinálta senki. Érted? Senki nem csinálta. Vagy ha ki akartak mondjuk egy tanárral szúrni, akkor amikor már azt láttam, hogy az több, mint diákcsíny, akkor azt mondtam, hogy ezt nem csinálhatjátok meg, mert különben szólok a tanárnak. De ők akkor is megcsinálják, és én megmentem, és szóltam a tanárnak. Érted? És nem a gaz fickók mellé álltam. Érted? Nem. És most azt mondod, hogy elárultam a társaimat. Nekem volt saját csapatom, akik nem csináltak ilyen ártó tetteket, érted? És az nem volt nekem társ az osztályba, aki gaztettekre volt képes, vagy túlzott csintettekre volt képes. Nem volt. Én sokat hallottam olyat, hogy osztályközösség. Hát van, aki, mit tudom, 50 éve végzett, érted, és még azóta is évente tartanak osztálytalálkozót. És mindenhol volt osztályközösség, nálunk nem volt. Tudod miért nem? Rájöttem utólag, nem akkor jöttem rá, sok-sok évtized múlva jöttem rá arra, hogy azért, mert én voltam a hunyó ebben a kérdésben. Miért? Mert én nem akartam közösségbe lenni a gazfickókkal. Gazfickókkal. Nem akartam közösségbe lenni. És inkább én létrehoztam mindig az általános iskolába is, sőt, már az óvodába is volt saját csapatom. A középiskolába is volt saját csapatom. A katonaságnál is volt saját csapatom. Érted? Pedig nem voltam tisztes, alhonvéd helyettes voltam. Szóval, és mégis volt saját csapatom, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy kerestem az etikusabb gyerekeket. És azokkal volt saját csapatom. És az azt jelenti, hogy engem érdekelt mindig az emberek, és érdekelt az emberek vezetése is. Tehát ugye én eléggé társas lény voltam világ életemben, és az, hogy csapat, közösség, az nekem fontos volt. Mindig világ életemben. És ugye én, amikor megtehettem 91-től, elkezdtem saját csapatot létrehozni. És azóta van saját csapatom 91 óta, közösségem van, saját közösségem 91 óta, és hála Istennek elértem azt 2010-től, hogy etikus emberek közössége. Mert előtte sajnos kerültek be a rendszerbe nem túl etikus emberek is, természetesen. Tehát, hogyha te etikus vagy, akkor itt van egy közösség, ahol várjuk az etikus embereket. Ha te kevésbé vagy etikus, akkor keresd magadnak máshol közösséget. Oké? Szóval lényeg az, hogy nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Az embereknek tudást adunk, aminek az alapja az etika. Érted? 25 nagy témánk van, és az alapok alapja az az etika. Hány hónapos volt az etikánk? 4 hónapos képzés volt. Egy hónap képzés az 30 óra. Tehát akkor az 120 órányi képzés volt. És ez azt jelenti, hogy az etika a számomra egy olyan kérdés volt mindig, hogy én világ életemben
kiálltam az etikusság mellett, mert apám volt ilyen. Tehát nekem egy nagyon jó minta volt erre vonatkozóan. És ezáltal, hogy én úgy gondolom, hogy azt tapasztaltam, csak gondolom, hogy tapasztaltam, hogy egy etikus ember, aki képezi magát, az sokkal eredményesebb lehet az életében, mint aki nem ilyen. Miért fontos az eredményesség? Mert azért élünk, hogy eredményeket hozzunk létre. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy eredményt hozzon létre az ember, fejlesztenie kell a képességeit. Bármilyen területen eredményeket akarsz létrehozni, azon a területen fejleszteni kell a képességeidet. Tehát bármilyen eredmény, az igazából, ha szisztematikusan akarod azokat az eredményeket létrehozni, tehát nem csak véletlenszerűen, idézőjelben a véletlenszerűséget, akkor gyakorlatilag azon a területen fejlesztened kell magadat. És ha fejleszted magad azon a területen, akkor ki van csukva, hogy ne tudj folyamatosan eredményeket elérni, akár úgy, hogy közben a világ változik. Ez azt jelenti, hogy ha eredményt akar az ember, akkor tanulnia kell. Ha tanul, akkor azon a területen, ahol tanul, ott eredmények lesznek. Világos ez? Tehát ez a kettő, ez összefügg. Tehát nem elég az, hogy az ember etikus. Rengeteg olyan ember van, aki megpróbál valamilyen szinten etikusnak lenni, de azért gondold végig, hogy mennyire álltál ki az igazságért életed során. Én nekem életem során nagyon sokszor ki kellett állnom az igazságért. Nagyon sokszor, és nagyon sokszor meg kellett védenem az igazságot életem során. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy most, bár most egy gondolat eszembe jutott, lehet, hogy most azt gondolod, hogy az igazság az relatív, akkor te nagyon tudatlan vagy. Ha azt gondolod, hogy az igazság az gyakorlatilag nézőpont kérdése. Az igazság az nem nézőpont kérdése. Az igazságnak vannak szabályai, méghozzá etikai szabályai. Tehát az az igazság például, ami a többség érdekét szolgálja. Az az igazság. Az az igazság, amit például nem szeretnéd, hogy veled tennének. Az az igazság. Érted? Az az igazság, hogy nem mulaszt el az ember olyan dolgokat, amit bezzeg nem szeretné ő, hogyha vele szembe elmulasztaná. Ez az igazság. Érted? Tehát az igazság az nem nézőpont kérdése, nem relatív. Az igazság pontosan szabályokkal meghatározható. És annál nagyobb igazságról van szó, minél nagyobb terület jobb létét vagy jó létét okozza. Érted? Tehát minél több területnek jó, annál nagyobb igazságról beszélünk. Érthető ez? Nem relatív. Attól, hogy nem tanultak az emberek ilyen dolgokat, attól még nem azt jelenti, hogy nem úgy kellene, hogy legyen. Azt gondolják emberek, hogy azért lettek például, hát nem etikusak, tehát most finoman fogalmaztam, tehát azért lettek nem etikusak, mert azt tapasztalták, hogy az etikátlan emberek azok előrébb jutnak. Hát, de mibe jutnak előrébb? Tehát mibe? Abba, persze abba előrébb jutnak, hogy hamarabb meggyűlölik őket. Abba előrébb jutnak, valóban tényleg. Abba is előrébb jutnak, hogy mondjuk hamarabb börtönbe kerülnek. Érted? Tényleg ebbe is előrébb jutnak. Abba is előrébb jutnak, hogy eltávolodnak tőlük az emberek. És ezáltal rosszul fogják magukat érezni a bőrükben. Tényleg ebbe is előrébb jutnak. Ja, meg abba is előrébb jutnak,
hogy több pénzük lesz? Aha, csak a könnyen jött pénz, az könnyen megy. És ha megnézed azokat az embereket, akik etikátlanul jutottak több pénzhez, azok nem boldogok. Lehet, hogy már annyi pénzük van, hogy nem tudják elveszíteni. De nem boldogok. Tehát a pénz az nem boldogító eszköz, az egy eszköz. Érted? Egy csereeszköz. Egy csereeszköz. A pénz arra való, hogy amit szeretnél elcserélni, akkor ne kelljen valami olyanra elcserélni, amit neked van, mert ha van pénzed, akkor nem kell neked ennek annak a tulajdonával rendelkezned, mert tudsz pénzzel cserélni. A pénz egy csereeszköz. Na most ugye szeretném megkérdezni azokat, akik ugye nagyon extra jómódúak. Sok extra jómódú embert láthatsz a világban, hiszen látod azt, hogy egyesek milyen palotában laknak, nem? Vagy több palotában is lakik, nem tudom egyszerre, hogy tud több palotában lakni, azt azért sose értettem meg. Érted? Tehát mindig az ember csak egy helyen tud egyszerre lenni, nem? Tehát mit tudom én, valakinek van 15 háza, érted? Ami csak az övé és nincs kiadva, tehát csak birtokolja, az nem hiszem, hogy ő 15 házba egyszerre tudna lenni. De még kettőben sem. Szóval, lényeg az, hogy minek? Minek van? Érted? Avval próbál föléjük kerekedni a többinek? Hogy neki több van, meg nagyobb van? Tehát avval akar ő, ki ha ő nem lenni? Avval akarja elérni, hogy csodálják? Jó gondolom? Azzal akarja elérni, hogy mit tudom én, embereknek leessen az álla tőle, hogy ő erre képes volt? És az boldogítja? Ez remek. Bravo! Ügyes ember vagy. Tehát arra vágysz, hogy boldog, tehát hogy más csodáljon téged? Miért kellene csodálni? Hát érdekes, egy világban élünk, ha megnézed. Minek kell például, mit tudom én, vannak olyan emberek, akiknek ilyen méregdrága autói sok van. Érted? Nem egy, több. Egyszerre megint bele tud ülni több méregdrága autóba? Nem. Vagy ebbe ül, vagy abba, nem? Hát ugye a gazdagoknak van például olyan autójuk, hogy életében egyszerül benne. De van. Vannak olyan házaik, érted, hogy abban a szobában soha nem járt. Abban a helyiségben, érted? Soha nem járt. De van. Na most, de minek? Tehát most amivel a gazdagoknak több van, annyival a szegényeknek kevesebb van. Vagy rosszul látom? És minél több a nagyon gazdag ember, annál több a szegény ember. Hát ha megnézed, a lakosság nagy része a Covid alatt szegényebb lett, meg az elmúlt három évben, egész Európát nézve a lakosság nagy része szegényebb lett az elmúlt három évben. A gazdagok meg jóval gazdagabbak. De ez tök logikus. Hát azért lesz valaki gazdagabb, mert a pénz gazdát cserél. Világos ez? Nem látják ezt át az emberek? Minél gazdagabbak az emberek, ti annál szegényebbek lesztek. Tehát egy ilyen világban vagyunk, ahol soha nem látott mértékben gazdagodtak meg emberek. Annak idején a királyok nem voltak olyan gazdagok, mint most sok ember a Földön. Érted? Tehát olyan korszakban élünk, ahol nem kézzel kell termelni, hanem vannak gépek.
és a gépek dolgoznak helyettünk. Ami azt jelenti, hogy egy gépesített korszakban az embernek elvileg nem kellene annyit dolgoznia. Elvileg egy embernek átlagosan elég lenne manapság 2-3 órát dolgoznia. Mondom, elég lenne. Ehhez képest ugye az embereknek 8 órát kell dolgozni. Már vannak egyes országok, akik próbálkoznak azzal, hogy csökkentsék a munkaidőt, de 6 óra alá még nem csökkentették. De vannak olyan gazdag országok, ahol az embereknek nem kell dolgozniuk. Ezt csak úgy mondom. Mert ugye annyi bevétel jön az országba, hogy egyszerűen nem kell dolgozniuk. De mondom, 2-3 órát bőven lehetne az embereknek dolgozni. Már egy olyan világban élünk. De mégis az emberek sokat dolgoznak. És nem tudnak abból a sokból megélni, érted? Ezáltal még többet kell dolgozni, hogy megéljenek. Tehát régebben, a 70-es években, a 80-as években nyugaton nem kellett dolgozni a nőknek. Mert egy fizetésből el lehetett tartani egy családot, és akkor még több gyerek volt, mint manapság. Ma egy olyan világban élünk, hogy egy fizetésből egy család, egy átlagos család nem tud megélni. Tudod miért nem? Mert sokkal nagyobb az elvonás, mint régen volt. Sokkal. Hát sokkal nagyobb az elvonás, mint valaha volt. Annak idején tanultuk, hogy volt a tized, itt tudom én, a papoké volt, a királyé meg a kilenced, de lehet, hogy fordítva. Ez úgy, ha megnézzük, akkor ez 19%. Most egy átlagos levonás egy dolgozótól átlagosan, az körülbelül fele a készhez kapott jövedelme. Tehát ugyanakkora összeg, mint a készhez kapott jövedelme. Tehát amit megkaphatna, ahhoz képest kapja a felét. A fele az elvonás. És akkor ugye az volt a kizsákmányolás, azt tanultuk, amikor a tized volt meg a kilenced. Tehát egy olyan világban élünk, ahol több a levonás. És ezt a levonást nyilván azt csinálnak vele, amit akarnak, hát behoznak rendeleteket, vagy törvényeket, és annak alapján azt csinálják vele, amit akarnak. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy olyan világban élünk, ahol te is csinálhatod azt, mint a politikusok, hogy meg a vallási vezetők, hogy nem kellene képességek, valamit megtanulok, és akkor majd azon a területen boldogulok. Csak, hát te nem vagy politikus, meg vallási vezető. Mert ha az lennél, akkor lehet, hogy ez a fajta módszer, ez működne számodra is. De mivel nem vagy az, ezáltal egy megoldás van. A képességeidet kellene fejleszteni. Érted? A tudásodat kellene gyarapítani, méghozzá az olyan jellegű tudást, amivel tudsz boldogulni az életedben. Mert egy olyan világban élünk, ahol egyre jobban el akarnak nyomni. Egyre jobban el akarnak nyomni. És egyre jobban azt akarják, hogy ne boldogulj. Ha ezt te nem látod át, akkor te vak vagy. Ez nem összeesküvés elmélet, nézd meg ezt a 3 évet. Ebben a 3 évben megérezhették az emberek az elnyomást. Az egy elnyomás, hogy téged ijeszgetnek. Érted? Ijeszgetnek azzal, hogy mit tudom én, meghalsz, mert jött a Covid. És ha nem oltatod be magad, akkor meghalsz.
ijesztgetés az, hogy jön a háború, érted? Hogy eszkalálódik a háború, ez egy ijesztgetés. Persze esély van rá, meg arra is volt esély, hogy valaki belehalt a Covid-ba, érted? Arra is, sőt példa is volt ilyen, de mind olyan ember halt bele, azért utána kellett volna ennek nézni, akinek volt előtte mindenféle betegsége, és a Covid csak rátette az íjra a pontot. Szóval lényeg az, hogy tehát esély mindenre van, tehát a Covidra is volt, hogy meghal, belehaljon valaki, meg arra is, hogy legyen háború, érted? De egy olyan világban élünk, ahol azt akarják, hogy te minél rosszabb hangulatú legyél, és minél tehetetlenebb legyél. Érted? Ez a kettő egyébként szorosan összefügg, mert egy tehetetlen ember az rossz hangulatú, egy rossz hangulatú ember az tehetetlen. Tehát ez a kettő szorosan összefügg. Na most azáltal, hogyha te rossz hangulatú vagy és tehetetlen, akkor azt csinálnak veled, amit akarnak. Ha akarják, elérik azt, hogy te minél rövidebb életű legyél, mert tehetetlen vagy és rossz hangulatú. Sőt, ha valaki rossz hangulatú, persze nem is él addig, mint egy jó hangulatú ember. Tehát természetes módon nem él addig. Tehát ezek szabályok, amiről ha az ember tud, az jótékony hatású. Tehát itt vagyunk egy olyan világban, ahol az ember a boldogulni akar, akkor fejlődni kell. A fejlődésnek két feltétele van. Jó? Az egyik az, hogy tanuljon az ember olyan dolgokat, amivel az életben boldogul. Itt vannak az életterületek, ez a mi életünk minden embernek, és ezeken a területeken boldoguljunk. Ha valaki mondjuk tudom én, megnézzük a párja, nincs párja, hát akkor legyen. Ilyen egyszerű. Tehát sokkal jobb kettel lenni, mint egyedül. Jó? Ennyi. Tehát az ember az egy társas lény, nem monogám. Jó? Tehát hogyha te egyedül akarsz élni, az, és ezek a gondolatok vannak a fejedben megfogalmazva, akkor ez elég nagy hiba. Elég sok olyan dolog ért az életedben, ami által ez kialakult benned. Most gondold végig mondjuk egy párkapcsolatot, ha neked nincs párkapcsolatod, ha két ember azonos irányba fejlődik, nem mondd már nekem azt, hogy nem tudnak majd kijönni egymással. Milyen egyszerű a válasz. Oké? Mert te most azért nem akarsz magadnak párt, mert hogy eddig se jöttél ki az ellenkező nemmel, és attól félsz, hogy ezután se jössz ki. De ha két ember egy irányba tanul, és egyformán fejlődik, akkor megtanulják azt is, hogy hogyan boldoguljanak egymással. Na most, mit tudom, hogy azt mondod, hogy igen, már a gyereknevelésből kiestem. Aha. És a gyerekeid is kiestek? Nem feltétlenül. Sőt, lehet, hogy van unokád is, és lehet, hogy az unokád néha nálad van, nem? Az nem gyerek véletlenül? Oké, tehát minden terület érvényes az emberre valamilyen szinten. Minden terület. Szóval ezek a területek, ha jól működnek az életünkben, akkor boldogulunk. Ha ilyen dolgokat tanulunk, ami ezekre a területekre vonatkoznak, akkor az életünk jól működik. Ha nem tanulunk, akkor botladozunk ezeken a területeken. Milyen egyszerű. És egy olyan világban élünk, ahol nem csak most, hanem régen is ez lett volna a legfontosabb, hogy ezeken a területeken boldoguljunk. Hát ez lett volna mindig is a legfontosabb. Csak ezeket a területeknek a tanítását elvették az emberektől. Mert ha ezeken a területeken nem tanítják őket, akkor nem is boldogulnak az életükben. Gondold végig, ha egy ember ezeken a területeken boldogul, akkor nincs szüksége állami irányításra.
akkor nem fogja azt mondani, hát majd az állam segít rajtam, meg majd az állam megoldja, meg az állam biztosítson munkát, meg az állam csinálja ezt, hozzon ilyen törvény, meg olyan jogszabályt. Hallasz ilyeneket az emberektől? Hogyne? Azoktól az emberektől, akik az életükben nem boldogulnak. Tehát azok az emberek, akik ezeken a területeken boldogulnak, azok nem számítanak az államra. Érted? Mert megoldják az életüket. Ilyen egyszerű. Régen sem számítottak az emberek az államra. Az emberek mindent megoldottak. Képzeld el, nem volt nekik nyugdíjuk, és mégis megoldották. És mégis, mit tudom én, éltek 80-90-es évig. Érted? Tehát akik nyilván, akik megélték ezt természetesen. Tehát az azt jelenti, hogy nem annak függvénye, hogy az állam az mit tesz, érted? Az államhoz neked mi közöd, az államnak mi köze hozzád? Az állam az a szülőd? Nem. Az állam a gyereked? Nem. Az állam a párod? Nem a párod. Testvéred? Az se. Nagyszülőd vagy unokád? Az se. Te nem hozzátartozod az állam, nem? Hát lehet, hogy meggyőződhettél volna már az életedben arról, hogy igazából a közvetlen hozzátartozókra tudsz számítani, nem? Az állam meg nem a közvetlen hozzátartozó. Nem is volt soha senkinek. Tehát ezáltal az állam, ez egy tök idegen, érted? Tehát az államnak egy tök idegen lény vagy. Érted? Tehát olyan, mint egy vadidegen lény esetében. Olyan vagy az államnak. Nincs közöttök egymáshoz. Semmi. Az állam egy dolgot csinál. Téged kihasznál. Mivel? Az adófizetéseddel. Ha nem most, mert már nem vagy adófizető, akkor előtte. Oké? De most is vagy adófizető, mert áfát mindenre fizetsz. Vásárolsz bármit, kifizeted az áfát. Tehát nehogy azt mondd, hogy most nem vagy adófizető. Oké? Ugye a legtöbb terméken van áfa. Ez azt jelenti, hogy adófizető vagy. Most is, akkor is, ha nyugdíjas vagy. Oké? Tehát te arra kell lesz az államnak, hogy fizest az adókat. Érted? Erre kell lesz. Nem másra. Semmi másra. Az állam azt szeretné, hogy te minél hamarabb elpatkolj. Nem vicc. Komolyan. Az államnak az a jó, ha minél hamarabb nem kell semmit rólad gondoskodni. Lehetőleg ne érd meg a nyugdíjkorhatárt. Az államnak ez az érdeke. Én elég jól tudom, hiszen foglalkoztam ezzel a szakterülettel. Oké? És akkor megnézzük, mondjuk, ugye, vezetés. Tehát ugye mindenkinek elmondtam, van vezetői képessége. A vezetői képességeimmel meg tudtam azt csinálni, hogy 4 különböző területen sikerült piacvezetői pozíciót elérni a szervezetemmel. Ezt utánam a bolygón nem csinálta senki. Senki. 4 teljesen különböző területen piacvezetői pozíció. Senki nem csinálta utánam. Oké? Amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk. Érted? A vezetésemmel. Tehát ami azt jelenti, hogy biztos vannak olyan képességeink, ami nem átlagos. És nagyon egyszerű a dolog, mert ugye sokszor szokták mondani, hogy a házigazdák miért mondanak olyan jókat rólam. Hiszen mások is eredményesek. Aha, és akkor keressenek olyan embert, aki 4 különböző területen, abból teljesen ellentétes területek is vannak, piacvezetői pozíciót sikerült elérni. Oké? A vezetésével. Keressenek ilyet? Nem fognak találni. Nincs a bolygón még egy. Oké? Milyen egyszerű. És ez tény. És ha valaki azért ilyen dolgokat meg tud tenni, akkor lehet, hogy tud valamit, nem? Lehet, hogy tud valamit. Lehet, hogy az átlagnál többet tud, mert miért nem csinálta meg a 8 milliárd emberből senki?
Tehát lehet bármit mondani, keress olyan embert, aki 4 különböző területen piacvezetői pozíciót ért. És nem azért lettem, ugye nem azért lett 4 különböző terület, mert így váltogattam, hanem azért, mert mindig megváltoztak a feltételek. És abba kellett hagyni azt a területet. Érted? És utána belefogtam egy teljesen más területbe, teljesen új területbe, és abból is a nulláról piacvezetői pozíciót értem el. Tehát mindig a nulláról, mert mindig én voltam az alapító. Tehát nem úgy, hogy beültettek egy cég élére, és akkor mit tudom én, 528. volt a cég a rangsorba, és akkor piacvezetővé tette. Nem, én a nulláról tettem meg ezeket a dolgokat mindig. A nulláról. És abból 3 terület olyan volt, hogy gyakorlatilag új. Tehát nem annyira új, de mit tudom én, mégiscsak új volt. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nem tudott az ember mondjuk példákat felmutatni máshonnan. Érted? Hogyha ők megcsinálták, akkor mi is megcsináljuk. Nem voltak ilyen példák. Hát ugye hány olyan cég van, amelyik elindul a semmiből, azt ők lesznek a legnagyobbak, de úgy, hogy már azon a területen vannak más cégek, és lehagyja a többit. Mert egyszerűen úgy működik, hogy megnézed, hogy működik egy jó cég, és akkor átveszed annak a technikáit, aztán csinálod, érted? Tehát ezt meg lehet csinálni gazdasági területen simán. Hát nézd meg, kínaiak nem is csinálták a termékeikkel. Az autók egy jó része kezdetben még kinézetre is ugyanúgy nézett ki, mint a többi autó, a nyugati, meg a japán, meg egyéb autó, érted? Tehát fogták, ellesték a technológiát, ellesték ugye a módszereket, és elkezdték azt csinálni. Az lehet, hogy most már azon a területen ők a legnagyobbak. Érted? Tehát akkor világos, hogy miről beszélek. Tehát könnyű egy olyan területen működni, ahol nincs úttörő szerep. Érted? Mert egyszerűen csak le kell másolni egy jól működőt. De ott, ahol úttörő szerep van, az azért nem piskóta. És amit mi csinálunk 13 éve, az ilyen totál úttörő szerep. Az gyakorlatilag nem is hasonlít semmihez. Tehát semmihez. Mert az előző 3 piacvezetői pozíció, az legalább valamihez hasonlított, érted? De ez még hasonlítani sem hasonlít semmihez. És ehhez, ebben piacvezetői pozíciót csinálni, azért az elég merészség volt. Jó, hosszabb időben is tellett, mint más területek. Hosszabb idő kellett hozzá. És mi kellett még azon kívül? Kellett egy etikai szint, amivel rendelkezem. Ahol nem az én érdekem fontos, hanem a közösség érdeke a fontos, érted? Tehát egy olyan működés, ahol hol találsz olyan céget például, még a világban, amely a bevételeinek a 78%-át kifizeti a dolgozóinak. Hol találsz? Találsz-e a bolygón még egy olyan céget, amely a bevételeinek a 78%-át kifizeti a dolgozóinak? Nem fogsz találni. Érted? És ez azt jelenti, hogy emelkedik. Tehát úgy van meghatározva, hogyha nagyobb eredmények vannak, akkor nagyobb százalék van kifizetve. És ez régen olyan 50% volt, azóta felment 78%-ra. Érted? Hogy, hol találsz ilyeneket? Hát ha megnézed, a tulajdonosoknak mindig az a fontos, hogy minél többet ők rakjanak zsebre. Oké? Nálunk az a fontos, hogy minél többet keressenek azok, akik tesznek azért, hogy legyenek eredmények. Tehát az ember,
ugye az dolgozik az eredményeiért, és az eredmények éltetik az embert. És ha megnézed, egy olyan ember, aki sokat unatkozik, az keveset él. Oké? Okay? És elpocsékolja az életét. Hát én nem mondhatom, hogy bármennyit is elpocsékoltam az életemből. Jó, tehát jó lehetett az idő. Hát ha úgy látod, hogy neked egy olyan közösségben a helyed, ahol az emberek fejlődnek, tanulnak, jól érzik magukat, találkozhatnak egymással, nézhetik az előadásokat interneten is, nézhetik élőben is, személyesen, tehát interneten felvételről is, meg személyesen is, meg élőben is az interneten keresztül. Tehát eléggé rugalmas a tanulás. És te úgy látod, hogy szeretnél abban részt venni, hogy tegyük jobbá a világot úgy, hogy az emberiség jobbá válik a tudás révén. Akkor itt a helyed. Ha ezt nem gondolod, hogy neked tenni kellene, akkor örülünk, hogy meghallgattad az előadást. Jó, és hallgasd akkor a díjmenteseket, ha úgy látod, hogy az elég neked. De ha fejlődni is akarsz, elmondtam, két feltétel van. Az egyik a tudás, a második pedig a saját csapat. Tehát saját csapat nélkül egy ember fejlődése megáll. Jó? Tehát ugye én azért tudtam az életembe fejlődni, mert gyerekkoromban volt saját csapatom, utána felnőttként 91-től van saját csapatom. Tehát az életem nagy részében nekem volt saját csapatom, és van is saját csapatom. Tehát ez azt jelenti, hogy azt láttam, annak ellenére, hogy, tehát vagy pont azért láttam azt, mert nagyon sok emberrel foglalkoztam már közvetett módon vagy közvetlenül, ez a nagyon sok, ez több tízezer, több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbítást itt a 32 év alatt, és én azt láttam, hogy azok tudnak fokozatosan fejlődni. Nyilván mondom, lehet fejlődni tudás hatására egy bizonyos ideig, azt ott szépen megáll az illető, és úgy lehet tovább fejlődni, hogyha van egy növekvő csapat. Ha megáll a növekedés a csapatnak, azt tapasztaltam kivétel nélkül, tehát nincs kivétel, tehát én nem láttam kivételeket, jó? Kivétel nélkül azt láttam, hogy azt tud tovább fejlődni, aki elkezdi tovább növelni a saját csapatát. Oké? Okay? Tehát olyan mértékben fejlődik valaki, amilyen mértékben nő a csapata. Nyilván kezdetben lehet csapat nélkül is valameddig fejlődni. Tehát ha te azt gondolod, hogy csapat nélkül valameddig fogsz tudni fejlődni, akkor óriási tévhitben vagy. Ugyanis ahhoz az egódat meg kéne nyírbálni. És az egód megnyírbálása az tőled függ, de a csapat miatt nyírbálod meg az egódat. És az egód akadályoz meg a fejlődésben. És sok olyan emberről hallottam már, akiknek nincs csapata, és azt gondolja, hogy ő milyen fantasztikus, ügyes, okos ember, és ő mennyire fejlett, és akkora egója van, érted, hogy majd szétdurran tőle a feje. Pont azért, mert nem volt rákészítve senki által, hogy a csapata miatt megnyírbálja a saját egóját. És az egó az egy idő után azt mondja, hogy jó, vagy te úgy, ahogy vagy. Nem kell neked, hogy jobb legyen. Oké? És minél nagyobb valakinek az egója, annál jobban halagat az egójára természetesen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hogyha akarsz egy ilyen közösségben lenni, akkor várunk szeretettel egy jó csapatba. Csináljunk 30 perc szünetet, utána pedig szeretetteremtő kócsképzésünk lesz. Szeretlek benneteket, sziasztok!